engem ugye annyit bántottak már, meg annyit tapostak, amit egyébként soha nem értettem, hogy miért. Az én életemben bátran kijelenthetem, semmi nincs, ami támadható lenne. Ilyen rossz mémek vannak, azt nem szoktam látni. De a jókat én nagyon szeretem. És írtó jókat szoktam rajta nevetgélni. És már azon gondolkodtam, hogy egyik-másik ilyen gyöngyszemet meg is fogok osztani. A Monika Show tett fel a térképre gyakorlatilag, tehát én ezért igazából hálás vagyok. Azon kívül pedig, akinek megvan a megfelelő IQ szintje, az külön tudja választani. Nem én ültem a székben. Vannak ilyen kommentek, hogy az a nyomorult gyerek, hogy az anyja rátelepszik. Mi? Szegény nyomorult, úgy sajnálom, hogy ilyen élete van. Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! A mai vendégem nem más, mint Erdélyi Mónika. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon megtisztelő nekem az, hogy te most itt vagy, mert kevés interjút válasz. Igen. Mi az, amiért most te mégis azt mondtad nekem, hogy eljössz és szívesen beszélgetsz velem? Már nagyon régen nem volt veletek kapcsolatom, aminek nyilván oka van, és úgy gondoltam, hogy most talán egy új kezdet lehet ez, és akkor ezért... nem is tudom, a békejeleként, igen, legyen egy békés újrakezdés, akkor hát, ha ez lesz az első lépése. A YouTube csatornád az igazából elképesztő eredményeket produkál, óriási nézettség van olyan videó, amin több millió megtekintés van. Mi az, amiért egyáltalán elkezdted a YouTube-ozást? Hát nekem magamnak nem jutott volna eszembe, hanem Mollika ötlet, nem is az ő ötlete volt, hanem ő... Tehát észrevettem, hogy nagyon szívesen néz olyan videókat, ahol kislányok a babáikat bemutatták, ugye ez 6 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet, vagy most már lassan 7. Hány éves volt akkor? Hát olyan 8-9 éves volt, mikor elkezdtük, tehát nála még ez a babázás, ez komolyan játszott, meg ezek a kis építőkocka, stb. És láttam, hogy szívesen nézi ezeket a videókat, és egyszer megjegyezte, hogy hát ezt ő is meg tudná csinálni. Hát neki is van egy csomó babája, tény és való, hogy egy regiment, és hogy mi lenne, hogyha ezt így megpróbálnánk, és hogy anya vett fel. És akkor fogtam egy tabletet gyakorlatilag, mert akkor még úgy nem voltunk erre nyilván felkészülve, és annyira édes ez a videó, megvan a mai napig, kis sárga pizsamájában, mert ez csak egy próba. Hát, ez az első babám. Igaz, hogy levágtam a haját, és kifestettem az arcát, de azért nagyon szeretem, tényleg ilyen festékkel össze-vissza, mint egy indián. De hát azért ez egy nagyon kedves emlék, és bemutatta nem tudom hány babáját, és ez volt az ős bemutató, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, a legelső, és ebből fejlődött ki ez az egész, és utána jött a slime. A slime nem az én ötletem volt, hát én felnőttként honnan tudnám, mi az. Ez is Molly volt, hogy nézzem meg, hogy ez a rózsaszín felhőszerű ragacs, hogy ez milyen szuper, és anya, próbáljuk ki. Vegyünk hozzá mindenféle hozzávalót, bevásároltunk, és tényleg ilyen ekkora adagot. Na hát ez lett egy ilyen sikertörténet. Az biztos. Együtt találjátok ki egyébként az összes videónak a tartalmát? Tehát nincs az, hogy mondjuk csak Molly vagy csak te, hanem összedugjátok a fejeteket, és akkor abból születik valami? Az idők folyamán ez változott, mert ugye Molly most már kamasz, 15 éves, tehát most már ő a videózásból nem veszi ki annyira a részét. Inkább csak jelen van. Uh-huh. Ezt tiszteletben kell tartani, hogy a kamaszkorral együtt egy fajta gátlásosság is megjelenik a gyerekekben, ezt semmiféleképpen erőltetni nem lehet, van olyan videó is, amiben ő egyáltalán nem is szerepel. Uh-huh. Vagy maximum látszik, hogy ott van ő is, de nem szólal meg, ha nem akar, nem szólal meg. Szóval az semmiféleképpen nem cél, hogy ő ezt ne szeresse, ne akarja. Amikor kicsi volt, akkor más volt. Molly egy elképesztően cserfes, aranyos, bőbeszédű kislány volt, állandóan beszélt, ha kellett, ha nem, akkor nyilván ő is kitalált témákat, egy csomót. De, és nagyon, vagy hogyha nem ő találta ki, akkor nagyon élvezte azt, amit én kitaláltam, mindenfélét. Amikor karantén volt, akkor ugye is volt ez a liszt mizéria, hogy nem lesz elég liszt, meg ezért. Akkor, hát nyilván bevásároltunk mi is, hát egyértelmű. De hát nyilván nem volt semmiféle probléma az üzletekben, ezért aztán 1-2 kiló lisztet az beáldoztunk. Az a biztos, legyen otthon. És játszottunk ilyen lisztfújós, meg liszt akármi. És ezeket ő nagyon élvezte. És azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik pótolhatatlanok, amíg még a gyerek kicsi, és hajlandó a szülővel együtt lenni, hajlandó vele játszani, és letenni a telefont, vagy a tévét, vagy az akármit, és akkor arra a kis pillanatra játszani, a lisztbe turkálni, vagy tök mindegy mit, vagy a slime-ban nyakig slime-os. Szerintem ez felbecsülhetetlen, és nem jön vissza soha többet az a 8-9 éves kor.
Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, és nagyon ritka az ilyen szerintem. Tehát nagyon ritka az, amikor egy 8-9 éves gyerek olyan önfeledten tud játszani mondjuk az édesanyjával, és ez szerintem nem is valósulhatna meg, hogyha nem lenne köztetek ilyen szoros anya-lánya viszony. Milyen a ti kapcsolatotok? Mesélj nekem erről, kérlek. Hát ez egy szimbiózis, elég szoros, de nálunk ez minden családtaggal így van. Ezt igazából nem én találtam fel, hogy ilyen szoros, hanem az anyukámmal is ilyen. Anyukámmal van napindító beszélgetés, napzáró beszélgetés, és ha valami történik, akkor napközbeni beszélgetés is van. Úgyhogy nálunk ez, és a gyerekekkel is így van, mind a kettővel. Tehát a nagylányom nekem ugye nem szereplős, tehát ő ettől elzárkózik, ezt tiszteletben is tartom, de a kicsi, ő még egyelőre hajlandó. Úgyhogy majd meglátjuk meddig, de ez nagyon szoros az a kapcsolat, és én ezt így tartom jónak. Én nagyon hálás vagyok a családomért, nekem ők olyanok, mint egy töltő, hogyha bármi gondom van, bármelyiket felhívhatom. Sajnos nincs nagy családunk. Jó lett volna, hogyha nekem is van még, vagy 3-4 testvérem, de sajnos én egyke vagyok, ez így alakult, de nagyon jó lett volna. De mindegy, mert vannak unokatestvéreim, majd ők pótolják a testvéreket, és én nekem mindig az volt a vágyam, és most is ez, hogy olyanok legyünk, mint egy olasz család. Hogy például és olyanok vagytok? Itt, a helyek közel, amikor sikerül összehozni a családot, hogy mindenki tudod, egyszerre beszél, és egymás szobába vág, és mit kérsz te most, ezt a húst kéred? Jó, akkor én kérem a krumplit, és így össze-vissza. Nekem ez az álom. Kimondhatjuk, hogy a legjobb barátok vagytok? Kimondhatjuk, bár mindig félek ezt kimondani, mert nehogy nekem félreértelmezzék, hogy én rátelepszem a gyerekre meg hasonlók, mert ettől megbolondulok, mikor ilyeneket... Jó, mindegy, úgyis ti is látjátok, szóval vannak ilyen kommentek, hogy az a nyomorult gyerek, hogy az anyja rátelepszik. Mi? Szegény nyomorult? Úgy sajnálom, hogy ilyen élete van, hogy Amerikába kell utazzon meg, egy nyáron szegény négyszer gyerek. Kell mennie nyaralni. Olyan egy hányatott élete van, te, hogy én ezt sem tudom képzelni, hogy borzasztó. Mi azért, oké, elég sok mindenről beszámolunk, meg olyan sok mindenről nem. Tehát amikor a Molly most például majd suli után a barátnőjével fog elmenni ide-oda, amoda, mert miért ne tenné? 15 éves, ez a korának teljesen megfelelő. De nem fogok kamerát szerelni a fejére, hogy erről is beszámoljunk ám, hogy most az anyja nincs ott a sarkában, és nem telepszik rá, mert hogy nem telepszik rá. De tudod, mit mondok? Amíg ő hajlandó eljönni velem moziba, színházba, hajlandó velem utazni, én minden pillanatért hálás vagyok. Mert eljön az az idő, amikor már majd a barátjával, barátnőjével, mit tudom én, az osztálytársaival akar majd menni, és nem velem. Ez is normális. Persze, de ez amíg is elfogadni. Hajlandó, így van. Addig én minden pillanatot megköszönök neki, tényleg. És egyszer azt nyilatkoztad, hogy Molly a te kis pszichológusod, mert hogy amikor a kommentekről van szó például, amit most említettél is, ő azokat mondjuk elolvassa és félrerakja. Tehát ő tudja ezeket kezelni. Én azt olvastam, hogy te nem nézed a komment szekciót, pont ezekért a bántó kommentek Igen. miatt. Hogyan kezelitek egyébként a negativizmust, ami az emberekből jön? Nem nézem a kommenteket, viszont néha nyilván az orrom elé kerül egy-kettő. Abszolút. És... én nekem még a mai napig rosszul tudnak ezek esni, mert én azt gondolom, hogy amíg az embernek lelke van, addig ez fájni fog, de nem egyforma lelkünk van. Tehát engem ugye annyit bántottak már, meg annyit tapostak, amit egyébként soha nem értettem, hogy miért. Az én életemben bátran kijelenthetem, semmi nincs, amit támadható lenne. Tehát bárki bármit kutakodjon, nézzen szét, semmit nem fog találni. Tehát engem bántani, miért? Én tényleg nem szolgáltam rá. Amivel engem tudod, mivel lehet bántani? A hazugsággal. Azzal lehet. Mert a hazugságban le lehet írni, hogy én ilyen anya vagyok, vagy olyan üzletasszony, vagy amolyan, ami nem igaz. De az emberek sajnos ezt elhiszik, és nekem ez nagyon rosszul esik, hogyha ilyen dolgok miatt bántanak. Vagy olyan dolgok miatt, amiről mondjuk nem tehetek. Vagy szóval azzal bántani valakit, most csak egy egyszerű példát mondok, hogy barna a haja, vagy szőke, vagy vörös, vagy tök mindegy milyen, ezért miért kell valakit bántani? Arról nem tehet. A cselekedeteiről, arról tehet, és hogyha ez kifogásolható, akkor amiatt lehet kritizálni, de én szerintem nem teszek olyat. Téged egyébként nagy, tényleg borzasztó sokan, a rengeteg pozitívum mellett persze, mert rengetegen szeretnek téged, és feltételezem, hogyha az utcán sétáltok, akkor is megállítanak, közös fotó, van ilyen? Mindig van. De én ezeket szeretem. Én nem tudok olyan fáradt lenni, hogy ne álljak oda. Csak mindig elnézést szoktam kérni, ha nincs rajtam smink, vagy éppen egy kicsit az ember olyan csuflákul néz ki. Ja, remélem, most azért nem. De hogy van olyan, nézel ki, ne aggódj. De van olyan, amikor az ember nyáron izzadt, hajakócos, éppen nem készült úgy. Az ember. De én akkor is odaállok. Mert neki ez egy egyszeri pillanat. Igen, abszolút. És én most így végigpörgettem a TikTokot, és biztosan veled is szembe jött
mindenféle kiragadott kis részlet a ti videótokból, és hatalmas hírnévre tettél fel, szert attól függetlenül, hogy mondjuk van olyan, ami nem feltétlenül az igazságot tükrözi, mert tényleg csak egy kiragadott kis részlet. Ehhez mit szólsz? Hát, ami elém kerül, azokat nyilván a barátaim küldik, hát ha rossz, ilyen, rossz mémek vannak, azt nem szoktam látni. De a jókat én nagyon szeretem. És írtó jókat szoktam rajta nevetgélni. És már azon gondolkodtam, hogy egyik-másik ilyen gyöngyszemet meg is fogok osztani, mert én ennek örülök. Tehát először is nekem ez ingyen reklám, tehát csak rajta. Amúgy ebben nagyon igazad van. De hogy ez kedve, persze nyilván ki tekergetik ezt a dolgot, meg nekem elég jó az arcjátékom, és amikor így kóstolós videókat kóstolok. Fent vagy amúgy TikTokon? Olyan, igen, de azt a témát én még tanulom. Tehát az összes többit próbálom elég profin kezelni, de a TikTok, arra még nem éreztem rá, Molly hogy majd segít, milyen videók kellene. Igen, rajta, de Molly nem egy ilyen, nem hogy is mondjam, ő magától nem gyárt, főleg nem trash tartalmakat, meg aztán végképp nem, tehát még ő is keresi az irányt, hogy hogyan, de én ezt nem is erőltetem. Én nem erőltetem. Ő most éppen gitározni tanul, úgyhogy teljesen más irányba ment el, mint ez a ilyen kis könnyedebb tartalomgyártás. Egyébként attól függetlenül, hogy most a YouTube nagyon pörög, nagyon sokan a Mónika Show-ból ismernek. És sokan azzal azonosítanak, hogy ott volt Mónika, tényleg nagyon jó arcok voltak, én is, tehát emlékszem rá, hogy nagymamámmal néztük folyamatosan, és én imádtam egyébként. Téged nem zavar az, hogy mondjuk ezzel azonosítanak, hogy Mónika a Mónika Show-ból, és nem Mónika a YouTube-ról? Engem egyáltalán nem zavar, hát a Mónika Show tett fel a térképre gyakorlatilag, tehát én ezért igazából hálás vagyok, azon kívül pedig akinek megvan a megfelelő IQ szintje, az külön tudja választani. Nem én ültem a székben, nem én vertem a családomat, vagy ittam magam a sárga földig le, hanem pont az ellenpólust képviseltem. Tehát aki ezt a kettőt összekeveri és nem tudja külön választani, azon nem tudok mit kezdeni, de nem is érdekel. Az nem is az én köreimbe tartozik. Úgyhogy én annak a műsornak hálás vagyok, és én annak a műsornak az összes szereplőjét szeretem, mert eljött hozzánk, akármilyen is, eljött hozzánk, nem azért szeretem sok esetben, amit tett, mert azért voltak kemény esetek, hanem mert eljött hozzánk, mert nézettséget csinált nekünk, mert megosztotta az életét velünk, és ezért tisztelet illeti meg. Azért, amit esetleg elkövetett, azért nem. De ezért, amit hozzátett a műsorhoz, azért igen. És azért ne feledjük el, hogy senki nem jó dolgában lesz családverő, senki nem jó dolgában lesz alkoholista. Én inkább sajnáltam őket. Tehát amikor én elbeszélgettem velük, és azért az én kérdéseimnek, hál' Istennek, elég kedvesen tudnak, mármint a keresztkérdéseknek ellenállni. De azért, mert te is úgy fordulsz hozzájuk, szerintem. Igen, mert empatikusan, és megpróbálod megérteni azt, hogy egyébként igen, mert mi az, ki vagyok én, hogy én ítélkezzek a fölött, amit ő tett? Senki. Én egy műsorvezető vagyok, aki kérdezgeti. Én véleményt nem mondok, én nincs is jogom hozzá, hogy véleményt mondjak, maximum el kellett mondanom, hogy elnye, hát ezt azért így ne csináld, mert ennek nem lesz jó vége, de nem én vagyok a dadája, vagy az édesanyja, szóval ez a megfelelő keretek között. De én nekem ez egy nagyon szép 9 év volt, és én szeretettel emlékszem rá, és aki mást mond, az vagy fogalma sincs, hogy miről beszél, vagy egyáltalán nem is érdekel. 9 év az azért elég hosszú idő, és hát meghatározó rész az ember életében. Tartod valakivel a stábból mondjuk a kapcsolatot? Hát ez most egy ilyen folyamatosan nem, de így időszakosan így vissza, de nagyon elkerültünk ám, tehát igazából az a másik térfél volt, tehát ugye az a másik csatorna volt, igen. És az emberek többsége az még azon a pályán focizik, én meg már egy másikon, tehát már ez is egy kicsit eltávolít, ettől függetlenül telefonon nagyon gyakran. És hogyha már eltávolodás, engem az érdekelne, hogy hosszú kihagyás volt a Mónika Show, meg mondjuk az Állarcos énekes között, ahol mondhatjuk azt, hogy visszatértél a képernyőre. Mi történt az alatt, az időszak alatt, amikor nem láthattunk téged? Ez olyan érdekes, mert azt hiszik az emberek, hogy ha valaki egyszer valamit elkezd, akkor örök életére azt kell csinálnia, mert ha nem, akkor az bukás. Hát már könyörgöm. Tehát szerelmesnek se lehet lenni folyamatosan, mert dögunalmas, és az ember felégeti magát közben. De tényleg, most gondold el, ha te folyton szerelmes lennél minden nap, hát bele őrülnél. Az pont attól jó, hogy van egy szakasz, amíg szerelmes vagy, majd utána az elmúlik, és szelidül szeretetté. Ugyanez van a tévézéssel is, vagy bármi mással. Tehát, hogyha nekem Mónika Show-t kellett volna csinálnom 18 éven át egyfolytában, hát azt mindenki megunta volna, mert elfáradt volna a formátum. Tehát 9 év után, még itt is csoda, hogy 9 évet megért, egy gyönyörű, szép, hosszú időszak volt. Szerintem ez pont tök jó volt így. De most nem csak a show, hanem maga a tévézés. És akkor mi van, hogyha az embernek kimarad egy pár év a tévézésből? Tök jó, hogy kimarad. Képzeld el, nem lett volna meg a csatorna.
Hát ez igaz. Soha nem fordultam volna más dolog felé, mert nem lett volna rá egyszerűen időm. Tehát én azt gondolom, hogy ennek így kellett lennie, és a univerzális energia, vagy nevezzük bárminek, ő azt gondolta, hogy így lesz jó. Hogy most tévéztél, tök klassz, mindenki ismer, most próbálj ki valami mást is, mert olyan színes a világ, annyira sok mindennel lehet foglalkozni. Tök jó. És én többé is azt mondom, hogy nagyon szeretek tévézni, és én azt gondolom, hogy engem parlagon hagyni komoly hiba, de megváltozhat ez még a jövőben, tehát hogyha bárki ennek van esetleg... Van olyan, amit szívesen vállalnál egyébként, ami mondjuk így nem kell konkrét műsort mondanod, hanem mondjuk egy formátumot, amiben szívesen benne lennél. Én azt gondolom, hogy engem beszéltetni kell. Uh-huh. Mert szerintem tök jó dumám van, és ezt kár kihagyni. Kár ezt kiaknázatlanul hagyni. De én ettől is azt mondom, nagyon szeretek tévézni, tudok is, nekem ez a második otthonom egy tévéstúdió. De ha nem talál meg ilyen feladat, és akkor mi van? Akkor marad, az megmarad még a mit tudom, hány egyéb vállalkozásom. Tehát köszönöm szépen, milyen én így is tök jól vagyok. Hát mindenféle. Most, tehát igazából most ezt így hagyjuk, semmi extra. Tovább is mondom, hogy bárhol lehet kutakodni, semmi. Meg van is, ami most kialakulóban van. Szóval köszönjük szépen, így is jól vagyunk. Tökéletes. De azért, hogyha lenne egy kis tévés szereplés, hát az is tök jó lenne, persze, rossz. Csak azért mondom, hogy... Figyelj, hozzánk ide bármikor jöhetsz. Jaj, de cuki vagy, pont ide. Jó van. Figyelj, én várlak szeretettel. Nem veszem el a székedet, ez neked tök jól áll. Köszönöm szépen. Nagyon kedves tőled. Hát figyelj, hoztam neked egy kis játékot, mert tudom, hogy egyébként szereted az ilyeneket. Nagyon egyszerű lesz egyébként. Képeket fogsz itt látni. Igazából inkább képkockákat, mert ugye az Instagramodat én végigpörgettem, és egy pár fotót így lementettünk, és belenagyítottunk. Szóval arra szeretnélek majd megkérni, hogy ismert fel, hogy hol készültek ezek a képek. Ó, jó. Azt hittem belenagyítottál, hogy lenőtt a körmöm, vagy a hajam, vagy ilyesmire reméltem. Nem, de most, hogy... Nem ez pont hogy nem, mert tegnap előtt voltam. Igen. Úgyhogy szerintem itt is van. Eiffel-torony. Jaj, ugye? Annak kell lennie. Legalábbis így néz ki alulról az Eiffel. Vagy a Városligeti tó. Akkor az, mert az Eiffel-torony is kb. Hasonlóan néz ki alulról. Igen, így igen. Van, igen. Ez nagyon jó volt. Igen. Ó, Istenem, annyit nevettünk, csónakáztunk. Na, mesélj, tavaly volt. Mesélj, milyen volt? Én nem csónakáztam, nagyon régen nem, és akkor először egy barátunkkal kimentünk így hárma. Abszolút. És, de te fél méteres a Városligeti tó, hát nem kell figyelni, nem kell félni. És nagyon-nagyon jó volt, és annyit nevettünk. Egyébként készültünk egy rendezvényre, szóval még sietni is kellett volna, hogy visszaérjünk időben. De elmentünk a Vajda Hunyadváráig, és így próbáltunk, és már mindenki rajtunk röhögött a parton is, mert egyszerűen nem éreztünk rá, hogy ki húzza, merre húzza. Állandóan kijött abból a villából ez a evező. Fú, nagyon-nagyon jó élmény. Én még nem próbáltam, de most, hogy így bepromóztad, lehet, hogy innen az első úton Városligetbe vezet. Hát ennél szebb látvány kevés van. A Vajda Hunyadvára is ugye egyébként az egész tó, úgyhogy szerintem azt nagyon-nagyon ki kell próbálni. Ez pedig a Korfu. Korfu. Ez hát Korfu. Monika, nagyon jól megy neked ez a játék. Most voltunk Korfun, igazából, tehát ez nem régi. Ez a, hol is voltunk, hol van ez? Mindegy, majd eszembe jut. Ez egy fok, ahova úgy föl kellett sétálni, és de egész Korfu gyönyörű szép, tehát igazából elég Ketten nehéz. Voltatok? Nem, barátokkal. Uh-huh. Elég nehéz olyan helyet találni, ahonnan nem ilyen a kilátás, vagy maximum nem pont így néznek ki a gyönyörű sziklák. Szóval nagyon szép. Nem voltunk még Korfun, ez volt az első, de valószínűleg nem az utolsó, mert nagyon-nagyon megszerettük. Nézzük a következőt. Hát... Andi. Igen. Tóth Andi divat bemutatója. Az is most volt nemrég, egy pár hónapja. És nagyon büszke vagyok rá, meg mindenkire, aki valami saját brandet hoz létre, mert ez nagyon komoly munka. Mert hogy Andi egyébként így... abba hagyta az éneklést, és átment egy teljesen másik irányba, ami igen, nekem amúgy meglepő volt. Te mit szóltál hozzá? Én nagyon remélem, hogy ez csak átmeneti egy ilyen uh-huh megbillenés, és nem fogja abba hagyni, mert világszínvonalú hangja van, ezt nagyon-nagyon kár lenne nem kihasználni, de meg tudom érteni, hogy most lehet, hogy valamivel ebből elege lett, és egy kis szünetet tart. Szerintem uh-huh nem baj ez. Nekem is, amikor az első tévézést abba hagytam, az még nem is a Monika show volt, uh-huh, az elsőt, akkor utána lett egy fitness termem, egy
totál más irány, és szerintem ez sportos nagyon jó. Sportolsz egyébként mostanában? Hát kéne kicsit többet, maradunk ennyiben, de így volt, nem jó, is de egy, az étkezésre odafigyelsz, tehát abszolút, gyümölcs, és minden cukormentes, na figyelj, most már nagyon próbálkozom, majd pár hónap múlva figyeljetek meg, azt hiszem. Szóval, tökre megértem. Jó, tökre megértem. Ez kell ilyen, amikor az ember egy kicsit besokal bizonyos dolgokba, hiába állati tehetséges benne, kell egy kis szünet. Ő még csak 25 éves, vagy mennyi, azt hiszem. 24, most 24. Lesz 25. Na, hát akkor meg nagyon fiatal. Bőven belefér, hogy most elkalandozik egy kicsi más irányba, és az is lehet, hogy ezt is sikerre viszi meg, majd az éneklést is. Legyen úgy. Igen, legyen. Nézzük a következőt. Ó, ez Barcelona. Most voltunk. Ott, nem régen. Most voltunk, és ez a Casa Mila. Ugye? Igen, ez a Casa Mila. Hát én beleszerettem Gaudiba, és úgy sajnálom, hogy már nem. Voltatok már korábban? Nem. Ja, de én egyszer 20 évvel ezelőtt voltam Barcelonában, de már nem emlékeztem igazából semmire. Sőt, azt gondolom, hogy a Sagrada Familiában nem is tudtunk akkor bemenni, csak most először. És én leborulok ezelőtt, a zsenialitás előtt. Tehát például ez is, ez egy őrszem, vagy őrangyal. És én így kicsit jobban beleástam magam Gaudi művészetébe, és hogy mennyire a saját korát megelőző zseni volt, én teljesen. Már azóta akkora listánk van arról, hogy majd még hova megyünk vissza, hogyha megint eljutunk Barcelonába. És hát mondtad, hogy ti egy ilyen nagyon olaszos család vagytok. Feltételezem, hogy akkor vannak jó sztorik nyaralásról. Egyet elmesélsz nekem, kérlek, ami az utóbbi időben történt, és mondjuk jót nevettetek rajta? Hát az nem mostanában történt, hanem Arubán történt egy jó pár évvel ezelőtt, de az nagyon vicces volt. Az nem is nyaralás volt, hanem egy munka. Arubán ugye, hát közvetlen, az egy gyönyörű hely. Egy picike kis sziget, tehát biciklivel át lehet menni, meg keresztbe is. És olyan volt a szállodánk, hogy ilyen kisebb bungalók voltak, és középen kert, amott meg a tenger. És nyitva hagytuk egy picit résnyire a szobámat, és reggel felébredtem, és ültem még az ágyban, telefont pörgettem, és egyszer csak egy ilyen kaparászás. Ilyet hallottam. Jézusom. És nem tudtam, hogy mi az, és kézzel, de hogy oldalra néztem, és a függöny mellett megjelent egy fél szem, tehát így egy tarisznyarák volt, elállva. Jó, Isten, azt hittem, hogy valami ember is így valamit mondani fogsz, nem az ember, valaki. Egy tarisznyarák. És a tarisznyaráknak tudod, itt van a szeme, és a kis ollóin így közlekedik. És ő bejött a szobába. És mit csináltál? Hát képzeld el, hogy egy darabig így ültem, és így mire felfogtam, hogy ez egy tarisznyarák. Hát gondolhatod, hát hányszor látsz te a hálószobádban tarisznyarákot Budapesten? Na hát ritkán. És így kijött, és csak az egyik szemet, hát ő jobban fél tőlem, úgyhogy már megsajnáltam. Fel, hogy ez egy tarisznyarák? Mert félig kilógott. Tudod, a tarisznyaráknak egy ilyen formája van, és akkor a kis ollóján így közlekedik oldal. És így kidugta így a fejét, Jézusom. És így a fél szemét láttam. Na most azért beletelt nekem is egy kis idő, mire rájöttem, hogy ő kicsoda. És azon gondolkodtam, hogy ő mennyire gyors. Ha wow. Most én felpattanok, és kirohanok a recepcióra, vajon utánam jön-e, beleharap-e a fenekembe, vagy mit csinál velem? És képzeld el, hogy egy ideig így szemeztünk, majd felpattantam, de mint a villám. Feltéptem az ajtót, és kirohantam. Fú, Monika, és mondtam, ez nagyon hogy durva. Semmi extra. Bejött a srác, egy seprűvel így kitessékelte, nem bántotta, kitessékelte a kertbe, hogy másszon vissza oda, ahova ő tartozik. Ez figyelj, egy jó kis sztori volt. Ez jó sztori. És most Barcelonában, amikor megláttam a tarisznyarákot a jégen, a piacon, köszöntél neki, majdnem megsirattam, hogy ő már nem. Na nézzük, ez mi lehet. Fú, ez olyan, mint amikor építették az Eiffel-tornyot, de nyilván nem. Tudom, mi ez? Ez a felvonó. A Montjuïc hegyre, mikor mentünk fel Barcelonában, ez a felvonó. Igen. Igen. Nagyon-nagyon jó. Egyébként nagyon sajnos hasonlítotok egymásra. Igen, van némi vérségi kapcsolat. Szóval, hogy ez tök jó. Barcelona annyi mindent kínál az embereknek, kár, hogy nem kapok jutalékot, mert már annyi mindenkinek elmondtam, hogy annyi mindent lehet ott csinálni, hogy ez elképesztő. Lehet, hogy mindenki volt már rajtam kívül ötször. Én most ugye 20 év után először, Molly meg teljesen először, és mi estünk keltünk a gyönyörűségtől. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ezeket próbálja ki, mert hihetetlen. Főleg most ősszel, nyáron ne menjen senki. Mert akkor nagyon meleg. Fú, valami durva, de ősszel csodálatos. Igen. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm szépen, ez most megtörte az eddigi sormintát, úgyhogy köszönöm szépen. Hát nagyon köszönöm egyébként, ez nekem nagyon jó esik. Ez most kellemes volt, jól éreztem magam. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nektek is köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen olvassátok a blik.hu-t, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, kommenteljetek, és kövessetek be minket TikTokon és Instagramon is. Sziasztok!